Hatalmas gödör tátong az egykori Ganz csarnok helyén. Az épület együttesből mostanra mindössze ezek a földből kiálló vasbeton darabok maradtak. A bontás és a tereprendezés után hamarosan a tervezésre kiírt közbeszerzési eljárásban is eredményt hirdethetnek, azt követően pedig a területre tervezett mélygarázs és közpark kivitelezése is elindulhat. Nagyon bízom abban is, hogy a nyár kezdetével el tud indulni az a fejlesztési munka, ami az ott kialakítandó mélygarázsnak az építését teszi majd lehetővé. Erre a közbeszerzési eljárás ki lesz hamarosan írva, ha ez lezáródik, a munkálatok elindulhatnak, és a mélygarázs megvalósításával a közparknak az építése fog elkezdődni 2016 második felében, 17-ben. A mély garázsban egyszerre 5000 autónak tudnak majd helyet biztosítani. Nagyon jó tömegközlekedése van a helynek, hiszen a villamos ott áll meg előtte a szénatéren, de rengeteg jönnek autóval. Annak, hogy ez az autóforgalom ez ne ott körözzön, hogy ne blokkolja a környéket, hanem egyébként kulturális körülmények között meg tudjanak állni az autósok, akik jönnek akár a Millenárisba egy előadásra, akár a parkba lejönnek egy kávéra és a gyerekekkel sétálni, annak szerintem egy fontos elem az, hogy legyen egy mélygarázs. A szakemberek szerint a park kialakítása után jelentősen javul majd a környék levegő minősége is. A Csillebérci tábor területéről tavaly évvégén lopták el ezt a veteránkorú gépkocsit, amelynek kulcsait most ismét visszakapta az igazi tulajdonosa. A hozzá nem értők számára egy ilyen autó fabatkát sem ér, ám a fakitermelők számára különösen nagy értéket jelent. Ezek az autók ezek azért jók, mert kis helyen is tudnak mozogni, ugye a sűrű erdőbe azért ez nagyon szuper, tehát és terepen ez verhetetlen. A rendőrök nyomozása során kiderült, hogy a fontos munkaeszköz eltulajdonításában egy veresegyházi férfi is közreműködött. Az elkövetés során riasztó berendezéssel nem kellett bajlódniuk. Ismeretlen módszerre nyitották ki, de hát ennek a kocsinak a zárszerkezetét azért egy csavarhúzóval is ki lehet nyitni, úgyhogy olyan sok különlegességet erről nem lehet elmondani, mivel régi ugye volt szovjet autóról beszélünk, autóelektronikusságot nem kellett indítani neki, tehát csavarhúzóval megoldotta a gépjármű eltulajdonítását. A korábbi beosztott, vagyis a gyanúsított nem csinált titkot a lopásból. SMS-ben és az egyik közösségi oldalon írt üzenetében is jelezte a tulajdonosnak, hogy akkor hajlandó visszaadni az autót, ha a soron következő megbízásokból származó bevétel egy kisebb hányadát kifizeti neki. A telefonos üzenetek segítették a rendőrök munkáját. Megkereséssel értünk a mobil szolgáltatók felé, és megállapítást nyert, hogy valahol Bács-Kiskun megyében, ugye bújdokva sértett egy tanyavilágban, kiadtuk a körözését mind a gépjárműnek, mind az elkövetőnek, így került elfogásra az elkövető, illetve később megtalálásra került, hogy a gépjármű és a körözésünk alapján. Az előzetesben lévő gyanúsított eddig nem csak a bűnösségét tagadta, hanem az eltűnt szerszámok hollétéről sem volt hajlandó beszélni. Megváltoztatni a művészetről alkotott képet és forradalmian újat alkotni. Ez volt a 20. század elején kibontakozó avantgárd művészeti irányzatok legfontosabb célja. A Nemzeti Galéria legújabb kiállítása az orosz avantgárd legrégebbi és legátfogóbb gyűjteményét mutatja be. A 40 alkotás a Jekatyerinburgi Szépművészeti Múzeum tulajdona. A képek eddig sohasem hagyták el Oroszországot, így a budapesti tárlat igazi unikumnak számít. Az orosz avantgárd, amit így összefoglaló néven így használunk a művészettörténetben, ez több művészettörténeti irányzatot foglal magában. Vannak olyan irányzatok, amelyek nemzetköziek, tehát Nyugat-Európában is jellemzőek voltak, és vannak olyan speciális irányzatok, amelyek kimondottan Oroszországból indultak, és ennek az avantgárdnak a részei. Ilyen például a neoprimitivizmus, amely az orosz hagyományokra épül, de célja egyúttal az, hogy provokálja a közönséget. A kiállításon a kubizmus, a futurizmus vagy a konstruktivizmus legemblematikusabb alkotóinak művei láthatók. A 10-es és 20-as években azonban nem csak a művészetben, de a társadalomban is forradalmi változások zajlottak. A tárlat éppen ezért a korszak történelmi folyamatait, eseményeit is bemutatja. A Művészet forradalma című kiállítás május 1-ig látható a Nemzeti Galériában.